A férfiaknál 7, a nőknél 6 súlycsoportban szállnak ringbe az ökölvívók a párizsi olimpián. Magyarországot 3-an képviselik, egyikük a 63,5 kg-os Kovács Rihárd. A nyíregyházi ökölvívó edzője társaságában 2 hetet készült a franciaországi Nancy-ban, ahol a súlycsoportja legjobbjaival kesztyűzve csiszolhatta formáját az ötkarikás játékok előtt. Összességében egy erős edzőtábor volt, 13 ország, nagyon erős országok voltak a helyszínen. A ricsi súlyában nagyon komoly olimpikonok, komoly eredménysorral rendelkező világolimpiai érmes, Európa bajnoki érmes versenyzők voltak, akiket ott kezdsűzni. Igazán csak a szállás körülmények voltak egy kicsit papatosak, mondjam így finoman, meg az utazás hosszú volt, 16-17 óra volt. Sajnos beleestünk a reptéren pont a szoftveres problémába, ami világszerte megállította a repülést, akkor hazafele jöttünk, úgyhogy tartalmas volt, mondjuk így. Bár a nyíregyházi bunyós már több világversenyen boxolt, tisztában van azzal, hogy az olimpia hangulata semmi máshoz nem hasonlítható. Nagyon várom, hogy már ringbe léphessek. Már túl vagyunk a nehezén, tehát túl vagyunk az edzőtáborokon, már várom a versenyt. Itt már mindenki jó ökölvívó, tehát eredményes ökölvívó, nem hiába van kint. Biztos van könnyebb, tehát úgy mondva, hogy jobban fekszik a stílusa, meg akinek annyira nem. Van ilyen ellenfél is, akit jobban szeretnék, ha első között kapnák, de majd az lesz, ami lesz. Mint Kovács Rihárd elmondta, szeretne Párizsból egy érmet hazahozni a kisfiának. Nagy Lajos szerint tanítványa képes olyan teljesítményre, amivel felállhat a dobogóra. Nagyon sokkal már boxolt Ricsi, nagyon sokkal kesztyűzött, de mindenki azt mondja, és már mi is kezdjük érezni, hogy az olimpia az más. Tehát itt nem számít, hogy mi volt előtte. Most kell teljesíteni. És én úgy gondolom, mint ahogy már több helyen elmondtam, hogy Ricsi bárkit meg tud verni a súlyában, úgyhogy bizakodva vágunk bele. Kovács Rihárd és Nagy Lajos már Párizsban várja a csütörtöki sorsolást. A 20 könnyű súlyú versenyző közül a legjobb 16 közé jutásért 4 pár lép szombaton szorítóba. Ha a nyíregyházi boxoló nem lesz közöttük, akkor hétfőn már a legjobb 8 közé jutásért bunyózhat. Az ökölvívó torna mérkőzéseit a negyeddöntőkkel bezárólag az Arena Paris-Nordban rendezik, az elődöntőknek és a döntőknek pedig a tenisztornákról ismert Roland Garros ad majd otthont.